Tiszteltel köszöntök minden kedves megjelentet és az online velünk lévőket is a 2023. májusi lapidáriumi esték előadásán, amelynek a címe Barokk Egyházművészeti Emlékek Tapolcán. A korábbi hónapokban már érintőlegesen találkoztunk városunk múltjának 18. századi történeti szegmensével, megvizsgáltuk a hajdani szabadalmas püspöki mezőváros társadalmát, etnikai összetételét, a vallási megoszlás arányait. Szemléltük, vizsgáltuk a mezővárosi parasztpolgárok mindennapjait, hogy milyen szakmák képviselői és milyen számban voltak jelen a helyi társadalomban. Vizsgáltuk a világi és az egyházi elit összetételét és a század folyamán élt és tevékenykedő jeleseit a várost vezető Értelmiségi rétegnek volt szó a művelődési és oktatásügyi viszonyokról, és egészen számos egyéb apró részletéről. Városunk izgalmas és sok újdonságot hozó 18. századi történetének. Tekintettel arra, hogy a mai alkalommal egy még szűkebb szegmensét vizsgáljuk, régen tapasztalt virágkornak, hiszen a 18. század, hát hogyha eltekintünk az 1710-es évektől, meg úgy nagyjából az 1720-as évek közepétől számoljuk ezt a virágkort, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon régen, és már akkor a nagyon távoli múltnak számító réges rég volt utoljára olyan felívelő, virágzó, gyarapodó, szépülő periódusa a város történetünknek, mint amelyet az 1700-as évek első harmadának végétől hoztak az egymást űző és egymást kergető évtizedek. Valóságos békekorszak köszöntött be, miután elhallgattak a fegyverek, eltávolodtak erről a tájról a Rákóczi Szabadságharc hadi eseményei. Még a hajdani harcokra emlékeztetett a békekötésnél kicsit tovább munkálkodó járvány, úgy a pestis járvány, mint a száj- és körönfájás járvány, amely az állatállományt pusztította, de az 1710-es évek végétől, 1720-as évek elejétől elmondhatjuk, hogy a békesség beköszöntött, a béke megkezdődött, és egy nagyon hosszú békekorszak nyitányát is jelentette ez az évtized, amely áthúzódott a 19. század korszakára is. A 1700-as évek viszonylatainál maradva és azt vizsgálva, mielőtt a konkrét egyház emlékek kérdésére rátérnék, egy néhány rövid mondat elejéig összegezném és összefoglalnám. E század társadalom történeti, gazdaságtörténeti és kultúrtörténeti jellemzőit tapolca, szabadalmas, püspöki mezővárosra vonatkozólag. Ez a szép és nem rövid település történti tituláció, hogy szabadalmas püspöki mezőváros még 1656-ban született, amikor az az idő szerinti veszprémi püspök, akinek a rezidenciája a címzésével ellentétben Sümeg mezővárosában működött. A újjáépítettve a tapolcai és már egy évszázad romokban lévő várat, annak őrzésére és őrizetére szabad hajdúkat fogadott fel, akiknek más nem tudott kínálni, mint az adómentességet, a szabad házhely választást és azt a szabadalom levelet, ami mentesítette őket a földesúri szolgáltatások és kötelezettségek alól, egyedüli feladatuknak számított az újjáépített tapolcai várat, a sümegi mindenkori várparancsnok alárendeltségében, a sümegi sereg részeként, Tapolca falait védeni, oltalmazni olyankor is, amikor az reménytelen és ilyenre is akadt példa, de nem a törökkori várháborúk korszakát boncolgatjuk a mai alkalommal. Innentől kezdődően az egymást követő püspökök, Széchenyi Pál, majd a 18. század nagy püspökei tulajdonképpen minden egyes beiktatást követő, beiktatásukat követően ezt a szabadalomlevelet megújították és kiadták, átdátumozva, de az eredeti részeket átemelve. Így ezt a kiváltságolt jogállását tapolca, immár nem katonáskorú, de katonai múltra visszatekintő társadalmi elemei sokáig tudták őrizni, és tudták vigyázni, meg megtartani ezt a félig meddigi jogi szabad státuszukat, majd aztán idővel átstruktúrálódott a helyi társadalom is, és elfelejtődtek ezek a régi hadi érdemek, amelynek fejében a távoli ősök szabadalomlevelet, meg földesúri adómentességet kaptak, és egységesül a helyi társadalom, mezővárosi parasztpolgárság, a kézművesi, kézműiparosok, a városi nemesség, akik szintén a 16. századtól jelen vannak a lokális társadalomban, alkotják a főtömegeit, de vannak házas és házatlan zsellérek is a helyi tapolcai társadalmon belül, külön réteget képez az egyházi és a világi értelmiség. A világi értelmiségen belül külön választhatjuk a jurátus értelmiséget és az egészségügyi értelmiséget. Az előzőeket az ügyvédek, ügyészek, az alszolgabírák és szolgabírák képviselték, az egészségügyi elitet, a járási sebészorvos, a járási bába, a borbély és a felcser, de a kettő mondjuk tulajdonképpen ugyanazt jelentette ebben az időszakban. A értelmiségi elit a midekori plébánost takarta, aki ekkor az esperesi címet is viseli ebben az évszázadban, tehát ő felügyeli az esperesi kerületnek a községi plébánosait és káplányait egyházi ügyviteli, egyházi fegyelmi tekintetben, és hát, ha lehet ilyet mondani, akkor szakmai tekintetben is. A város földesúrai az egymást váltó veszprémi püspökök, akik ebben az időszakban még közel tartózkodnak és közel élnek hozzánk, hiszen a csak majd lassan újjáépülő Veszprémi vár és az azon belül felmagasodó Veszprémi püspöki palota, ekkor még a távolabbi jövőnek a titka, és a Sümegi püspöki udvartartás és Sümegi rezidencia, illetőleg a Sümegi Doménium igazgatási apparátusa, az ottani tisztikar, az úriszék és a Jószágkormányzóság, meg a Jószágigazgatóság szakalkalmazottja és tisztségviselői irányítják, ellenőrzik az itteni püspöki birtokokon zajló mindennapi munkát. Az állandó személyes jelenlévő képviselője ennek a Sümegi püspöki, püspöki, püspöki uradalomnak itt a főtér. 8-es számú ház, akkor még földszintes változatában lakozó kasznár, ez a későbbi nevén a Csébi ház, csak a tapolcaiaknak mondom, a nem itt lakozók számára pedig a főtérről, a díszudvaron keresztül a tópartra lemenet, a négy évszak szobor mellett elhaladva, a kapuaj, amin át lejutnak a tópartra, az a hajdani kasznárház, a későbbi bán, aztán pedig csébi házként ismeretes épülete városunk történeti építményeinek, ahol ez a kasznár, ez az uradalmi gazdasági tisztviselő, mint püspökségi megbízott, ez idő szerint tepékenkedik és munkálkodik. A Püspöki földesúri birtokokon élők és tevékenykedők feletti igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás és jogalkalmazás az egyrészt a tapolcai járás, a tapolcai disztriktus, a és főszolgabírájának a kezében volt, de mint jogalkalmazó és jogérvényesítő tevékenykedik a mindenkori és általában három éves időtartamokra megválasztott községbíró, a század elején még inkább polgárbírónak nevezik, aztán pedig bírónak. A püspöki mezővárosi parasztpolgárok jogvitáiban és jogi ügyeiben pedig a püspöki úriszék volt illetékes, amely sümekben, sümegen tartotta az irodáját, és ott tartották az aktuális tárgyalásokat és az ítélethozatalokat, meg az ítélet hirdetésüket. Volt minden. A kocsmai mulatozás közbeni furkosbotos sebzéstől kezdődően a a boszorkánsággal való megváltolási nagyon széles skálán mozogtak azok az ügyek, amelyekben ekkoriban az úri a tapolcai polgárságot érintően is akadt dolga, volt tevékenykedni valója, nem is beszélve a Pecséthamisítókról, keverőkről, meg az egyéb olyan bűnelkövetőkről, akik utólag már színezik ennek a kornak a hangulatát, meg izgalmassá teszik a buvárkodást a történeti iratok mélyén, de ezek az akkori mindennapi élet szemreben és sem okozó természetes belejárói voltak, hogy jó, hát pff, ilyen is van, már nálunk máshol is van, tehát nem kell szégyelni alapon. Nos, a társadalom összetételéről, a nemzetiségi viszonyokról csak annyit, és szintén csak ismétlő jelleggel, hogy ezt a kis városkát, amely ekkoriban még nem éri el a 3000 lelket, és nyugati irányból közeledve a mostani városházánál kezdődött, kelet irányba távozva a mostani kereszt utcánál már a város vége volt, és azon túl semmi, a főtér mögött már nem volt még egy házsor, csak a főteret szegélyező épületek, és a mögöttük húzódó gazdasági udvarok, kertvégek ebbe az irányba, tehát déli irányba lement azért a nagyjából a mai város perem, hát nem egészen a mai város peremig, de azt megközelítette a kiterjedés ennek a kicsi helynek, ennek a pici püspöki mezővárosnak, amelyben egészen 1757-ig még emeletes épület sem volt. De aztán, hogy 1757. augusztus 15-én az egy felszenteléssel pecsétet kapott, nagy pecsétet kapott, felavatták és hivatalosan is átadták, sőt elárulom, hogy fel is szentelték azt az első olyan épületét Tapolcának, amely már nem egy szintes és nem egy emeletes volt, hanem mindjárt négy emeletes, ez a plébánia templomnak a tornya lett, amely ekkor készült el, és hosszú ideig monopól helyzetben van, egészen az 1890-es évekig, mert azodáig nem épül újabb és további emeletes építmény a városban. Nos, a püspök földes urak külön, közül külön ki kell emelnünk azokat a barokk építetőket és az egyházművészeti, tapolc egyházművészeti emlékeit gyarapító püspököknek a személyeit, és nevesíteni is őket, mint Padányi Bíró Mártont és Koller Ignác Veszpényi püspököket, akik olyan építményeket és művészeti alkotásokat, köztéri alkotásokat, hoztak létre, hozattak létre a városban, amelyek mai napig városképi jelentőségű és városképi fontossággal bírnak, és szépítik igazából a mai napig ezt a városi arculatot. Érdekes módon, hát ez az egyház nagy évszázada, 18. század, a barokk művészeti stílus jegyében, mind az építészet, mind a szobrászat, mind a festészet Hatalmas alkotásokkal gazdagítja az ország és a kontinens kultúráját, melynek a szelei eljutnak egy ilyen picin helyre is, mint amely, a, amely nagyságú hely az idő szerint a mi kis városkánk, a mi kis mezővároskánk. Lévén a fennmaradt, fennmaradt emlékek sorába természetesen vannak világi építészeti emlékek, meg vannak olyanok, amelyekről tudunk, hogy voltak, és már a mi általunk belátható életidő határokon belül tűntek el, alakultak át, vagy szüntek meg, de zömében, túlnyomó többségében a század művészeti emlékei azok egyházi vonatkozásúak. Templom, templom átalakítás, templombővítés, köztéri, de vallási összefüggéseket és tartalmakat hordozó szobrászati alkotások és egyéb további építmények. Ezek a korabeli városközpont területén koncentrálódnak, nevezetesen a templomdomba, Malomtó felett magasoló templomdomnak a területén és környezetében, melyek, sor, melyek sorából, ha csak fel, Szeretném tárni ezt a listát elsőként, és meghatározó módon a plébánia templom szerepét kell hangoztatni, és majd erről szeretnék részletesen szólni. A hozzá csatlakozó és mindennapi életét tekintve hozzá szervesen ízesülő plébánia épület lenne a következő, mely ugyancsak ennek a századnak az egyház művészeti, azonban az egyházi építészeti emléke. Aztán Nepomoki Szent János kultuszáról és szobrászati emlékeiről lesz azt követően szó. Majd kimegyünk a főtérre a gondolatbéli sétánk során, ahol a Szent Háromság szoporunkat nézzük meg, ismételten méltatva a jelentőségét Padányi Bíró Márton, város városszépítő és városgyarapító ö, mecénási tevékenységének, mint Püspök földes úr, és egyben Püspök, meg Főispán Földes úr, tehát minden is egyszerre ő ezen a tájon. Majd az eltűnt és köddé vált tapolcai barokk szeretnék néhány szót szólni, és kigyalogolunk aztán a mezei dűlőutakon, a képzelet szárnyain a városból, és felemlegetünk egy barokkori forrásépítményt, egy a forrásfoglalatot, amelynek a története a 18. századba vezet bennünket vissza, de a jelenkora pedig itt van ugyancsak, ha nem is a templomdombon, de a templomdombról nézve a Molontónak a túlsó nyugati partján a Szent Kút forrás építményéről volna szó akkor a barokk időkbe visszalebegve és gondolatban visszakúszva ezt a képet hívnám segítségül. Egy kis égi pompa teli holdnál a templomdom felett megvilágított templomtoronnyal, és pontosan az első olyan objektumunk majd az lesz, amit a képen látunk, alkonyatban, a templom tornya. Ugyanis a mai nagyboldogasszony plébánia templomunk, bár zömében külső megjelenését tekintve markáns barokk stílusjegyeket hordoz, de ez több korábbi évszázad építkezéseit is magába öleli ez az építmény, sőt épület együttes, hiszen kiegészült az 1890-es években emeletes oratóriumokkal, és még azt megelőzően 1872-ben az északi oldalához ragasztott módon egy Páli Szent Vince rendi, vagy szeretett leányai rendi apácazárdával, amelyet elemi leányiskolával és kisdedó óvóval egybekapcsolva működött, működtetett ez a női szerzetesrend. A templom középkori 12. századtól ketyegő történetéről külön előadás keretében volt már szó, nem is bonyolódnék bele, a lényeg az, hogy 13. századi még román stílusú, és 15. századi, 14. 15. századi gótikus stílusú részletei is szépen számban vannak a templomunknak, a déli hajófalon, külső déli hajófalon, illetőleg a Szentély, az kompletten támpillérekkel merevített, mérműves ablakokkal ellátott szentélyfalú és felépítményű ragyogó, épülete a középkor nyugat felvidéki építészetének, de a nyugati meghosszabbítása a hajónak, az belül az orgonakarzat, kívül pedig a előreugró és masszív, hatalmas pilléreken nyugvó torony, az már a baroknak egy pompás építészeti alkotása, amelynek a története összefügg a város püspök földesúrai közül, Padányi Bíró Mártonnak a pályafutásával, aki 1745 és 1762 között töltötte be ezt a tisztségét, és szívén viselte Tapolca fejlesztésének és szépítésének az ügyét is. Az előbb említett templombővítés is az ő kezdeményezésére indult el, de több különböző terv kurbe esett azt megelőzően, hogy végre sikerült a tapolcai templomnak a barok átfogalmazása. Ugyanis az első elképzelése nagy vehemenciával és nagy lendülettel bajusz pödörítve és csizmában becsattogva a tanácsterembe a püspök földes úrnak az volt, hogy legyalulni a föld színéről a felső egyméteres talajréteggel együtt a tapolcai riszrosz, koszlott, ütött, vágott, kopott és még kormos, tehát a török-magyar végvári harcok és a kurusz hadiesemények miatt kormos falu tapolcai templomot, és oda egy, egy, nagy ívű és nagy lendülettel megtervezett, magasba szökő, pompás barok templomot képzelt volna el, ami nem sikerült több okból kifolyólag. Egyrészt a helybeli elvárható segítség, amit a mezőváros polgárságának és a városvezetésnek kellett volna adni, úgy pénzben, mint ingyen munkában, gratuitus laborban, az nem nagyon tetszett a helyi társadalomnak, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem, szeretjük mi a mi régi templomunkat. Le lehet, hogy kéne csinosítani rajta, hát tényleg kormos, meg hát düledezik is itt ott egy picit, tehát lehet ezt kérem használni. Jött a B-terv, jó, akkor nem lesz lebontva a templom, de... Van egy másik típus terv, amit bemutatott a városi magisztrátusnak, mondjuk ez lehet, hogy túlzó tituláció volt a képviselő testületre, mert az inkább nagyobb városokban magisztrátus, de a városi tanácsnokok és a város bölcsei, mezőváros bölcsei erre a terve is azt mondták, hát meg na, egy nagy, nagy nincs ekkora szabad fundus, nem tudunk fundust, azaz telket adni, meg hát azért ehhez is sok, ehhez is sok ingyen munkára volna szükség. Erre újabb bajusz, püspöki bajusz pödörítés. Jó, akkor a legkedvesebb halumban, monostorapátiban fölépítettem ekkor ezt a típustervet a község javára és a község örömére. És nem csak mondta, hanem meg is valósította, mégpedig rövid átfutással ezt a tényleg pompás, ragyogó külső részlet alakításaiban és belső festészeti kifestésében is a térségben kimagasló épületet, akkor még torony nélkül, mert az csak százeztendő múltán épült hozzá, és akkor kellett a vasgalambnak elrepülni a Monostorapáti templom nyugati főhomlokozatáról, ugye a Galamb, mint padányi bíró Márton, minden öt megjelenő személyes családi címerének a címermadara, az onnan sem maradhatott el, de tapolcával is kellett valamit kezdeni, és jött a céter, hogy jó, akkor ezt a kormos falu ütött, vágott, rozog a tapolcai templomot, bepucoljuk, Sárga-fehér színre festjük, úgy, ahogy az illik, mert hát a barokk évszázadát éljük, és ez a klasszikus színpár. Erről biztos, hogy nem volt így szó, csak pezslizték a falakat. De nyugati irányba megtoldották jelentős mértékben, közel egyharmad plusz hosszúságban a középkori templomhajót, egy pazar részleteiben is, meg kialakításában is szépséges orgonakarzattal látták el, és egy lendületes 34 méter magas tapolcai viszonylatban égbeszökő, tehát ilyen nagyot csak madárba láttak már, mint repülni, azt megelőzően tapolcán, égbeszökő 34 méter magas templomtornyot toldottak nyugati irányból a plébáni egyházhoz, és 1757. augusztus 15-ére a hagyományos, patrocínium neve napjára és ünnepnapjára, azaz nagy boldogasszony ünnepnapjára készen volt a templom, és maga a püspök személyesen volt itt, hatalmas ünnepség, fényes ceremónia keretében felszentelni az elkészült új egyházat. A templom egyéb részleteitől most eltekintünk, maradunk csak a barokkori toldásnál. A nem hivatalosan bejárható része a toronynak ezzel a csiga lépcsővel kezdődik a falában a nyugati hajó végnek. Ahogy egy személyes és kicsit kopottas, de itt jutunk fel a toronynak a magasabb szintjeire, ahol már csak foácsolatú lépcsőzeteken és létrákon lehet megközelíteni a harangoknak a lakhelyét. Közben elhaladunk néhány bájos barok részlet mellett, mint ez a kör alakú bevilágító ablak bedeszkázva, amely nyugatra tekint a malomtó irányába, majd útközben egy bekukucskáló nyíláson lehet nagyjából félmagasságban gyönyörködni a barokkori toldás, a barokkori hajótoldás, pompás boltíveinek a negatívjában, vagy itt igazából pozitívnak tűnik, mert lentről nézve a homorú boltöv, meg a boltív, fölülről nézve ilyen dudori, dudori formákat mutat, de olyan stabil, olyan hát, nagyon nagy porfelhőt keletkeztet az ember, hogyha végiggyalogol még óvatosan is ezeken a boltíveken, de úgy tart, mint, az, mint a beton, tehát teljesen biztonságosan lehet sétálgatni rajtuk, és az ácsolat, illetőleg a gerendázat, meg így a boltozatnak ez a játékos forma világa. A beszűrődő, a tető hibákon keresztül beszűrődő egy különleges hangulatot varázsol a, haj, a hajópadlás teljes hosszában, a hátul világító ajtócskán lehet visszamászni a toronyba, és folytatni az utat ezeken az ácsolatokon a barok Toronytestben a harangokig ne gondolja hogy de szép barokk harang, 1916. augusztus 30-áig szép barokk harangok fügtek itt a toronyban, akkor bevonultatták a nagy harangot is, a fertályos harangot is, meg a kis harangot is, a templomablakon keresztül kilökve, és nagy népi spontán összejövetel szomorú tekintetei, tekinteteinek sokasága közepette szétzúzódva a templom előtti lekövezett járófelületen, mert a bevonulási parancs értelmében mennie kellett mindegyik tapolcai harangnak, töltenykapszlinak, hűzlinek, gyutacsnak, illetőleg robbanószerkezetek alkatrészeiként átalakulva az éppen zajló első világháborúban frontszolgáltott teljesíteni tüzérségi eszközként vagy gyalogsági lőszer alkatrészeként. Az óra szerkezet meg az egyéb érdekes itt fönt a toronyban sem ezt a korszakot e, idézik, amelyekről, amelyről ma e, szó van. A torony óra, szerkezete is kivétel ez alól, de csak azért, Éppessége megmaradhatott volna, meg is volt, az meg 1945. március 27-én e, korai délután három óráig volt meg, akkor kapott e, szovjet e, repülőgép támadást a város, és köztük a templom is több találatot, azon belül a tornyot is e, bomba találat érte, Lángra kapott, olyan szintű tűz bontakozott ki, hogy akkor már újra ott lakozó harangok megolvadtak és lecsöpögtek a toronyajba. Aztán utána évekig a tapolcai jellemiskolás fiúgyerekek eső után harangköveket gyűjtöttek, ők úgy nevezték a templom előtti kavicsozott vízelvezető árkokba. A lecsöpögött és megszilárdult bronzcseppek, pici félcentis, 4 mm, 6 mm, a megolvadt harangok bronzcseppjeit, amelyek ott zöldeltek eső után a fehéres murvában, azokat hobbi szerűen gyűjtötték ezen a címszó alatt, hogy harangkövek. És most már 75 év fölött vannak azok az akkor 7-8 éves kis gyerekek, akik ezt a hobbit folytatták, de nem felejtették el a mai napig sem. Azt hiszem, hogy mi volt az oka, hogy harangköveket lehetett találni a templom torony körül a porban, meg hogy az honnan származott és eredetileg mi is volt, minek a részei voltak azok a kis fémcseppek. Letekintve a toronyból, a um, Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és a Városi Múzeum bejárata felé, háttérben pedig már a plébánia falazata mutatja meg magát. A keleti irányba a tanúhegyeink közül a csobán szép formája látható a toronyablakból, balra lent pedig a Páli Szent Vince rendi apácáknak a tetőterasz, a napozója, az egykori napozója látható, illetőleg a Csobánc utca házai háttérben pedig a 70-es években született modern város része. Tapolcának. De maradunk a 18. századnál, és benézünk akkor most a templom hajójába, meg a szentélyébe, hogy van-e valami, ami összefüggésbe hozható a 18. század egyház művészeti emlékeivel. Nem sok, de mégis van. Barról és jobbról a két mellékoltár, amelynek oltárfestményei a keletkezésüket tekintve a 18. század végére nyúlnak vissza, és az egyik tapolcai plébános kemény Istvánnak a végrendelete értelmében, aki mikor 1795 nyarán végrendelkezett, akkor többek mellett új mellékoltár festményeknek a beszerzésére is 50 forintot, meg nagy harangöntetésére is nagyon komoly összeget hagyott a Tapolcai Katolikus Egyház községre. Ennek kapcsán jutott a Tapolcai templom ehhez a két késő 18. századi Festményhez, amelyek olajfestmények, de neves művészeknek ismeretlen követők által megvalósított másolatai. Mindjárt közelebbről is megnézzük őket, de ahogy beléptünk a templomba, és mivel emlegettem többször, a Padányi Bíró Márton féle orgonakarzat, pillérekkel tagolt és pillérek által tartott orgonakarzat összképe, a szentély irányából visszafordulva, és a részlet kialakításai, a bájos összetett és játékos részlet alakításai, a felületi díszítéseknek nagyon érdekes szemlélődési lehetőséget biztosítanak. Ha visszamegyünk a hajónak a diadalív melletti két szegletébe, ez az északkeleti sarok, azaz az északi mellékhajónak az oltárképe, a Szent Családot ábrázolja a gyermek keresztelő Szent Jánossal. Veszprémből szerezték be, a Veszprémi Püspöki udvarból szerezték be annak idején a tapolcai hívek a festményt, és Kemény István plébános hagyatéki rendelkezései értelmében helyezték el mellékoltár közelről a kompozíció és a rajta szereplő személyek biztos ecsetkezelést mutatnak, illetőleg ügyes másolómesterre vallanak, aki annak idején ezt a képet megalkotta. A déli oldalon, egészen pontosan a délkeleti sarkában a hajónak, az itteni mellékoltáron pedig az ugyanekkor készült és ugyanekkor beszerzett, az 1700-as évek legvégén beszerzett mellékoltár oltárfestményét láthatjuk, a kivégzésére várakozó keresztelő Szent János figuráját megjelenítve. Olajfestmény, ez is vászonra megfogalmazott olajfestmény, feltűnhet a sötét tónusa a képnek, amely egyrészt a korából is adódik, másrészt abból, hogy nem teljesen került lepucolásra róla az 1945. március 27-i templomégésnek a korma. Tehát ez még magánviseli ennek a templomotért légitámadásnak ilyen formában mind a mai napig a nyomát, és emlékeztet. Tett rá. Nem mondtam, mert lehet, hogy illúzió romboló lett volna, de ha a barokk nyomait keressük tapolcán, és azt a templomban keressük, akkor nem kell sokáig keresgélnünk, mert hamar megtaláljuk mind a 2, 3, 4, esetleg maximum 5 olyat, ami a 18. század időszakában, az 1700-as évek idejébe visz bennünket vissza az időkben. A keresztelő medence, szentelt startóval ellátott keresztelőmedence. ennek az időszaknak, az 1700-as évek időszakának egy pompás példánya, de nem egyedi példánya. Ha megnézzük közelről a jellegzetes játékos barok csigaíveket, kagyló formációt, virágfantáziát, gyöngysorokat és egyéb nagyon hozzáértő kézre valló kifaragott részleteit ennek a keresztelő medencének akkor elámulunk, hogy kész csoda, hogy megmaradt mind a nap, mai napig, nem lett semmi be, és ugyanúgy ragyog, ugyanúgy pompázik, és majd, hogy nem, ugyanazt a szerepet tölti be harmadik évszázad óta, mint amire eredetileg szánták. Azon, hogy nem egyedi és nem egyedülálló alkotás, attól függetlenül, hogy bájos, szép és művészi, azon azt értettem, hogy analógiáját, párhuzamát, nem kell messzire mennünk, megtaláljuk közvetlen városkörnyezetünkben is több helyütt a nyugati Balaton felvidék 1-es 18. században felékesített, átépített és felszerelt plébániatemplomaiban, templomaiban, főleg ott, ahol nagyobb rangú kegyúri család építkezett, például az eszterháziaknak, vagy a hercegi, vagy a grófiága, mert a Vigán Petendi szintén keresztelő Szent János, illetve nem szintén, hanem az előbb emlegetett keresztelő Szent Jánoshoz hasonló patrocíniumot viselő plébániatemplomban, templomban is majdhogy nem megszólalásig hasonló ugyanilyen ö, keresztelőmedencét, találunk, hogyha keressük ott is a 18. század egyházművészeti emlékeit, rejtőző emlékeit. Ha Elbúcsúzunk a templom belső terétől, és kijövünk, majd folytatjuk az utunkat más irányokba, akkor a déli hajófalon korok rendezvúját tapasztalhatjuk, a 13. századi bemutatott vakolt templomfal itt találkozik a barokk faltoldással, már a szegmensíves zárású barokk ablak világítja be a templomhajót, és ez a korok rendezvúja kiegészül egy bájos plusz szépséggel, szintén a 18. században épült kis oldalkápolnájával, déli oldalkápolnájával a templomnak, kosárhátíves bejárati nyílással, illetőleg barokk játékos vonalvezetésű oromzat kialakításával. És békésen megfér egymás mellett a 18. századi barokk, a 13. századi tölcsérbéletes résablak, és bár a képen annyira nem jön ki, ott figyelnek a műemlékileg bemutatott 13. századi falfelületen a 15. századból származó freskó ciklusnak is a töredékei, a 7 méter magas és éppen lépő Szent Kristó figurájával a vállán ülő gyermek Jézus egészen épségben megmaradt, megszámolható lábújjak formájában megmaradt figurájával kiegészülve. A korok randevújáról barok lóherejív, oromzat, elnyújtott kosárhátív, nagy ablak és egy 13. századi részben elfalazott tölcsérbérletes résablak. ezt az üzenetet elküldöm innen, szerinted, Ricsi? Elment. Jó, jó, jó helyen van akkor. Ballagjunk tovább. A nyugati főhomlokzat, mint reprezentációs Felülete, külső fal felülete a templomnak sem nélkülözi a barok részletkialakítást és részletkiképzéseket. Ez a vakolati dísz festett vakolati formájában. Itt a nyugati homlokzati főablak fölött megjelenő Mária, Koronás Mária monogram az egyik ilyen szép megőrződött és megmaradt emléke az 1750-es évekbeli építkezéseknek, átalakításoknak, bővítgetéseknek és a megőrző, karbantartó munkálkodásoknak. A templomtól ellépve, de még a templom dombon maradva, a következő hát egyházművészeti emléknek is tekinthető, de a részleteiben nem fogok majd ennek elmélyedni, mert építészet történeti emlék. Nos, ez a, ez a tapolcai plébániának az épülete, amely plébánia épület érdekességként elmondható róla, az 1784-ben készült első katonai felmérés térképén még nincs rajta. A már emlegetett Kemény István tapolcai plébános a 1795-ös nyári végrendelete kapcsán szóltam az előbb róla. Ő nagyon tudatosan fejlesztette már aktív korában is a helyi egyházi életet, annak az épített szegmenseiről sem feledkezett el, és az ő plébánossága idején indul meg a ma is látható plébánia első építési periódusának az építkezése. Mert ez a mai elbetű alaprajzot formázó építmény nem azonos a 18. század végi plébániával, attól kisebb, de a felénk néző, tehát a déli traktusa, a déli része a hosszan elnyúló épületnek mindenképpen a korai. Ez lett alápincézve, nagyon szép barok boltíves pince húzódik alatta, ezt egy korábbi találkozásunk alkalmával már láthattuk. Az elbetű rövidebb szára, szárát képező nyújtás és toldás, az pedig már az 1900-as évek elejének egy építkezése. Az 1790-es években meginduló építkezés, aztán a század végére, de még az 1700-as évek időszakában. Valamikor 1796 és 98 között befejeződött, tehát felépült a plébánia, de ezt Kemény István, a földonátor, plébános nem élhette meg. Onnantól kezdődően viszont méltó otthona, otthonáus szolgált a mindenkori tapolcai katolikus egyházi vezetőnek, illetőleg káplányának, vagy boldogabb időkben káplányainak. Az épületről nem is szólnék az idő fogytával sokkal többet, annál inkább Nepomoki Szent János kultuszáról, illetőleg Nepomuki János tapolcai szobráról, amelyet pillanatnyilag itt találunk a plébánia épület nyugati homlokzata előtt. Tapolcának a szobrászat története és szobrászművészet története egy érdekes esettanulmány tárgyául is szolgálhatna mert nem számítva mondjuk az utolsó, mennyi, 25 évben keletkezett domborműveket, szobrászati alkotásokat, de még itt sem kivétel, és ezek közül sem kivétel mindegyik, alig találunk olyan tapolcai szoborművet, szobrászati alkotást, amely az állításától kezdve mind a mai napig az eredeti helyén, az eredeti pozíciójában és formájában állhatna. Nem kivétel ez alól, ez a 18. századi Szent János szobrunk sem, aki egészen 2009-ig meglehetősen szomorú, csorbult és hiányos állapotban szomorkodott, leszakadt fél arccal, csonka ujjakkal és sérült korpusszal a kezében. Itt van a restaurálása előtti utolsó pillanatokban készített közelfelvétel, mielőtt hozzá volna egy kőrestaurátor, hozzáteszem hozzáértő és biztos kezű a aki aztán visszaálmodta, visszafogalmazta a hiányzó részleteit a szobornak. De mielőtt ennek megmutatnám a képeit, nézzük, hogy mi volt a legkorábbi tudható helye Szent János Szobrának. Értelemszerűen a tapolcai Szent János téren állt. Na most, ha ezt mondjuk egy. létezhetne ez a csoda, hogy egy 180 éves tapolcai szembe jönne velünk, és a Nepomuki Szent János Szoborról kezdenénk beszélgetni, és mondanánk neki, hogy a Szent János tér, ugye? A Szent János szobor. Hát igen, tudja, hol a Szent János tér. Persze. Viszont, hogyha egy mondjuk 110 éves régi tapolcaival beszélgetnénk, annak már Szent János terezhetnénk. Ő neki már úgy kellene mondani, hogy a, a, Balaton melléki takarékpénztár épülete, meg dr. Fischer Gyula zsidó orvos és hitközségi elnök háza közötti üres terület. Ő így érteni. Hogyha egy mostani tapolcaival állnánk szóba, és elkezdenénk arról disputálni, hogy Szent János tér, meg ö, egyebek, akkor ha neki úgy mondanánk, hogy tudod, a halas lépcső lejárata, ahol kezdődik, na az volt a Szent János tér, akkor hamar létrejönne a konszenzus, és megértenénk egymást, ugyanis itt húzódott, és itt ö, ö, nyújt el ez a kisebb kiterjedésű, nagyjából háromszögletű alakot formázó tere tapolcának. Az 1858-as kataszteri felmérés város térképén ebben a formában jelenik meg közel a tónak a partjához. A kép kellős közepén az a jelzés mutatja a Szent János szobor eredeti helyzetét, a hajdani Szent János tér pedig a mai, tehát a szó szerinti mai állapot szerint pedig így néz ki. Jobb oldalon egykor az egykori Fischer, dr. Fischer Gyula zsidó orvos lakóháza, balra az egykori Balaton melléki takarékpénztárnak az épülete, most már mindegyik más funkció mentén létezik és működik, de hogyha bemegyünk erre a kis térségre, és visszafelé tekintünk az Arany János, 1906 előtt Torony utca irányába, akkor pedig ezt az összképet formázza az egykori Szent János térnek a helye. És maga a szobor pedig itt. Nagyjából ott a bokor helyén. Magasodott, attól egy picit beljebb, de hogy egy vonzóbb arcát is megmutassam ennek a kicsi szegletének városunknak, a halas lépcsőhöz vezető varesülit féle falfestmény díszíti most itt ezt az oldalsó fal fölöttet. Szinte a barokba minket visszasegítő részletek megjelenítésével és formák megjelenítésével, mert azokat a kis csigavonalakat barok valutának is érezhetem, ha akarom. Ott van a Hotel Gabriella vagy Vizimalom étterem épülete, amely világi építkezés, és ma nem lesz témánk, de tömegében részben késő középkori, jelentősebb részben barokkori 18. századi felmenő fal tömegeket tartalmaz. De majd egyszer lesz szó a világi építészet a világi barokk barok emlékek témaköréről is. Ritka pillanat 2009 nyaráról, Bodor István kőrestaurátort, Káptalan Tótiban élő kőrestaurátort és laudálom egyben mondataimmal, aki a tisztítását végzi Nepomuki Szent János, vagy vidékbeli népies nevén Neszepusi Szent János tapolcai szobrának, magas vízsugárral tisztítja, majd pedig kezelésbe veszi a kor, korszakbeli analógiákat jól ismerve, felhasználva és alkalmazva, és mondja a hiányzó arcát Jánosunknak a gyónási, titok védőszentjének, a népszerű segítőszentnek, 18. századi segítőszentnek ezen a tájon, hiszen a 14. századi vértanú prágai pap több más mellett a védőszentje lett az utazóknak hajósoknak, molnároknak, a vízben fuldoklóknak, és még egészen hosszan sorolhatnánk, melyek voltak azok a rész területek, aminek kapcsán fohászkodtak érte. Itt a mi vidékünkön, mint a hidak és a vízi mentén mindennapjaikat élő embereknek a védőszentje, szobrászati emlékei Tapolca határain túl másút is megtalálhatóak voltak, kőhidak szoborfülkéiben elhelyezett szobrászati alkotások formájában, diszelben, egyest községben, és másút is templompatrocinium név is lett, például a ma már emlegetett és padányi bíró Márton által építetett monastarapáti Prébánia templom is Nepomuki Szent János oltalmára lett felszentelve az 1750-es években. Itt pedig mutatom a visszaálmodott korpusz részletét, Bodor István remek művét a tapolcai Nepomuki Szent János szobra kapcsán. Kimegyünk a főtérre gondolatban, és megnézzük a barok emlékeink sorából a Szent Háromság szobrunkat, amelyet minden különösebb szöveg nélkül először csak járjunk körbe, és ö, gyönyörködjünk szépségében, aztán elmélyedhetünk részleteiben is. Ezt is 1757-ben újonnan épített templomtorony felszentelésével egybekötve adta át a város számára ö, Padányi Bíró Márton mecénás, építető püspökföldes úr, de hát ez is csak egy szobrászati alkotás abban a tekintetben, hogy ez sem az eredeti felállítási helyén áll ma már, mert volt egy kis száműzetési periódusa, 1971-től a Tapolcai Tópartra került áthelyezésre, aztán majd csak az 1990-es években Németországi Restaurálást követően magasodott fel itt Tapolca főterén egy kicsit átkomponált helyen és környezetben, de nem is ez a lényeg. Természetesen a fő alak itt is nagyon jó jókezű barok szobrász vagy szobrászok, remek műve, nem akárkitől. Megbár a konkrét nevét nem ismerjük, az alkotónak vagy az alkotóknak Padányi Bíró Márton Mária, világkirálynő kompozíciós főelemként díszíti a szobrot, még pedig a fő utca, a közlekedő forgalom irányába tekintve, mint főnézet irányába tekintve csillagkoszorúval, az égbeszökő oszlopcsúcs díszítményként pedig szinte egy kis barokkos felhőjátékkal megajándékozva a látványt. Az Atyaisten, a Szentélek és a fiú szobrászati figurái utatják meg magukat, és koronázzák meg az egész kompozíciót. A szentek sorából pedig a korabeli 18. századi tapolcai mindennapi mezővárosi parasztpolgári polgári élet szempontjából és tekintetében fontos segítő és védőszentek figurái, kétharmados életnagyságú figurái sorjáznak, köztük Szent Vendellel kezdjük, a pásztorok, a juhászok és a állattartással foglalkozó gazdák védőszentje, a 7. században élt és Skócia területén tevékenykedő Szent alakjáról készült szobrászat így mutatja őt hűséges társával, pásztorkutyájával a lábánál, amely az első időben első tapolcai állatábrázolás, nem az első, első szobrászati állatábrázolás, mert az első állatábrázolásunk az 1420-as évekből maradt fenn a tapolcai plébánia templom freskó ciklusában. A betlemi születési jelenetben a legépebben megmaradt freskó részlet az ökör meg a szamár portréja. Nálunk lent a lapidáriumban a Városi Múzeum állandó kiállításában. De Szent Vendel itt ez esetben részben a pásztorkodás szempontjából, hiszen nem volt tapolcai polgár, akinek ne lett volna a szőlője, vagy a Szent en vagy a Véndeken, vagy a Csobáncom, vagy a Bölöcsönyben, vagy ne lettek volna állatai, teljénke, disznó, szamár, akármi. Azonban az állítás évét figyelembe véve, az 1757-et figyelembe véve, az egyik fontos mellék szakterülete Szent Vendelnek is játszik, és szerepet kap a pest is elleni védőszentek egyike. Tehát a retteget és időnként visszatérő járvány ellen védő és attól megoltalmazó szent, nem is beszélve a marhavész elleni speciális oltalmazó képességét, amely meg az állattartó gazdák szempontjából volt kiemelt de fontosságú. Az első szobrászati állatábrázolás tapolca kultúrtörténetében a barokk korba visz vissza bennünket, itt van Vendelnek, Vendelinusnak a segítő pásztortársa. A következő figura a három közül Szent Flórián, aki ugyancsak a minden, tapolcai mindennapokat jelentősen érintő és veszélyeztető tűzvészek elleni segítő szentként kapott szobrot, a tapolcai szent háromság szobron, mint volt római kori katonatiszt, korai keresztény mártír, és a hitéért Diokleciánus császár uralkodása idején vértanúságot szenvedett korai keresztény hithős, akit itt a barokk idején elképzelt római kori katonaként jelenít meg a szobrászati emlék, barokk tolbokrétás, rómainak gondolt harci sisakban, páncélzatban és egyéb katonai felszerelésekben, ám ott van mellette a fő szakterületnek számító, mint védőszentnek fő szakterületként szóba jövő tűzoltás kompozíciós elem sora, a lángoló ház és a sajtárból a tűzre vizetöntő kézmozdulata Szent Flóriánnak. Még egy pillanatra visszanézünk a katonai jelvények sorában nem csak a sisakot, a tolbokrétás főtiszti sisakot, hanem hadi jelvényt is tart a kezében. Másik kézzel pedig oltja a tüzet, amely egy gyermekkori a legendájában egy gyermekkori esetre megy vissza, amikor már ismervén a keresztény hitet, de még nem felnőttként és nem felnőtt hitvallóként, egy lángoló ház látványa közben imádkozni kezdett, és a házatemésztő lángok elaludtak. Ez ezt a csoda tételét jeleníti meg Flóriánnak, aki egyébként a vértanúságát itt a mi szomszédunkban, a római korban, a Pannoniával határos Norikum provinciában szenvedte el annak idején 304-ben, ez már nem az első körös keresztény volt Diocletianus császár uralkodása idején. Azóta a tűzoltók többek között és sok egyéb más mellett a tűzoltók védőszentjeként is ismert, és a napjaink ban tűzoltással foglalkozó önkéntes, illetőleg hivatásos tűzoltók számára az egyik legszebb és legvágyottabb kitüntetés pont a Szent Flórián érdemrend vagy érdemérem, amit csak a legkiválóbbak kapnak meg hosszú és eredményes szolgálattételük elismeréseként vagy jutalmaként. A lángoló ház és a ö, alatt álló tűz részlete. Szent Sebestyén a következő figura, a tapolcai Szentháromság szobor figura, sorában. Hát talán élettani, anatómiai szempontból, meg valószínűleg saját látvány élmény szempontjából is az alkotó szobrász szinte őt jelenítette meg a leg hát él, életszerűbben. Valószínűleg nem egy kéz alkotásai a figurák, de itt az anatómiai, mondhatom, tökély szolgáltunk kívüli rajztanárként, és a szobrászatban is jártas nem szakmagyakorló rajztanárként, hogy mind a kontraposzt testtartás, mind a súlyosan megsebzett, de még életben lévő emberi test megjelenítése, az anatómiai arányok azok ott vannak a tízes listán, a tíz pontos kategóriában. A megjelenített testrészletek, meg maga a történet, ez az első kivégzése Szent aki szintén a korai keresztény mártírok egyikeként szenvedett kétszeres halált a hitvalló voltából kifolyólag, és lett aztán egész sor, egész sor különböző veszedelem ellen védő és oltalmazó szenté, azt követően, hogy a második kivégzése aztán sikerrel járt, első ízben fához kötözve nyilak kilövésével próbálták kioltani az életét, amit túlélt, és másodjára már, hogy biztos legyen, hogy tényleg a ítéletet végrehajtották rajta, bunkokkal verték agyon, és azt már nem élte túl. A testében megjelenített befúródott nyilvesszők, azoknak közelképei, illetőleg a test részletei ezt az anatómiai jártasságot, meg talán azt is bizonyítják, hogy lehet, hogy látott még kivégzést is a szobrász, művész, aki ilyet faragott, sugalhatják, de a biztos biztoskezű alkotói munka az teljesen, az teljesen nyilvánvaló számunkra. Az egyéb részleteit, ha megvizsgáljuk a Szentháromság szobornak, bájosak és mozgalmasá teszik a kompozíciót, nem csak összességében, hanem ha részleteiben szemléljük és elmélyedve vizsgáljuk a figurákat, a kiegészítő és mellékfigurákat, mint a puttókat. Illetőleg a kis pufók, angyalkákat, mindenféle kincsek ölelgetése és egyéb üzenettartalmakat hordozó attribútumok ölelgetése közepettes. Az sem lehetetlen, hogy személyükben 18. századi tapolcai kisgyerekek néznek vissza, akik ott csodálkoztak a mesterek körül, amikor kopácsolták a homokkövet, hogy na ebből mi jön majd ki. Hát lehet, hogy te kisfiam, ha nem mozogsz. Úgyhogy akár a Szentsebestény arcába nézve, az sem lehetetlen, hogy korabeli tapolcai arc megjelenülési formája, ezek a gyermekek sem lehetetlenek, hogy ott rosszalkodó 18. századi lurkók arconásai törzik, de ha igen, úgy is jó, ha nem, úgy is jó. A részleteiben, bocsánat, a részleteiben és a kisebb finomságaiban még egy apróságot megmutatok a Szent Háromság szoborról, majd megyünk tovább az elfelejtett tapolcai kálváriának a történetére, amely már nem Padányi Bíró Márton. Ricsi, hány percünk van még? Három? Mikor kell menned? Jó, semmi gond, akkor a három percbe beleférünk. Ez már Koller Ignác püspökségének az időszakára esik, Padányi Bíró Márton után töltötte be, nem? Padányi Bíró Márton után töltötte a Veszprémi püspöki méltóságot, és az ő tapolcai püspök földes, urasága idején is keletkeztek és gyarapodtak egyházművészeti emlékek, mint például a tapolcai kálvária, az elfelejtett tapolcai kálvária, iratemlékek, érseki levéltári iratemlékek tanúskodnak a meglétéről, és és az 1784-es katonai felmérés városunkat ábrázoló, hát elég sematikus település alaprajza, pedig a nyilván mutatott pontra valószínűsíti számunkra ennek a kálváriának a építményét, mert a piros kereszt ellentétben az egyszerű fogadalmi keresztek, keresztekkel, útszéli kőkeresztekkel és útszéli fa keresztekkel, amelyek közül csak ezen a térkép kivágaton is van kettő további, egy rangosabb jelölési formaként a főútvonal, a Tapolca mezővároson átvezető főútvonal mentén jelzi ezt a kálváriát, amelyet, hogyha az 1858-as kataszteri térképre próbálunk elképzelni, akkor kimondhatjuk, hogy 1784-ben még javában állt. Koller Ignác püspökségédén van róla iratemlék, 1858-ban viszont már nincs meg. Be van építve a helye. Ha ott állt, ahol az 1784-es katonai felmérés mutatja, itt az ovális. Vonal mentén lévő területe lokalizálom a helyét, tehát a Deák Ferenc utca északi oldalára. Nagy biztonsággal a mai 8 emeletes kaszkóház, illetőleg a, a, a a Deák Ferenc utca 13-as számú könyvesbolt épületek közötti terület, tehát ahol most a posta és a parkoló áll, az egészen biztosan, hogy lefedi az egykori helyét ennek a kálváriának. A két további nyíl, a függőlegesen felfelé mutató nyíl csak tájékozódási pontként mutatja az akkori püspöki kocsma, az meg már a Bajzát József, a következő püspök nagy építkezése, ő nem templomot épített, ő nem Szent szobrot épített, ő kocsmát épített, mert abból jövedelem van, három évente ki lehet adni árendába, jó pénzért, és ott még eladják a a püspöki uradalom borait is, mert Szent Györgytől a, a földes úr mondta meg, hogy akkor kiadhatja el a bort a kocsmába, akármilyen, csak abból lehet venni. A vízszintes nyíl pedig egy mai tájékozódási pont, a Stari Serfőzde helyén álló 1858-as Jancsi zsidóféle háznak az épületét jelzi, és akkor így el tudjuk képzelni, hogy hol fut ki a mai Petőfi Sándor utca, akkor Szombathelyi utca a főútra, azaz a mai Deák Ferenc utcára, és akkor itt talán képben is volnánk. A Kálvária tehát 1858-ban már nincs meg, de nem tűnt el nyom nélkül. Az 1890-es években Franklin Károly építész tervei alapján épült fel a fájdalmas szűz tiszteletére Benedikált Tapolcai temetőkápolna, mai nevén Kesztejúti régi temetőben, s vált máig használatos temetőkápolnává. Ez előtt a az épület előtt, tehát a keleti bejárati főhomlokzata előtt, a bejárató balra és jobbra, egy stílusában és korábban nagyon nem oda passzoló két szobrászati alkotást lehet látni. Ricsi lett az egyik kép, de most már nem foglalkozunk vele. Jó? Ú, de kár érte. Ricsi! Nem baj, nem fordítjuk be. Na, az egyik. Miért egyik felde? Jó, Szent János evangélista figurája. Na, itt végre úgy áll a portré, hogy kell lenni. Az attribútumai alapján, a megformálása alapján egyértelműen ad egy barokkori, 18. századi, nagyon kvalitásos alkotás. Az attribútumai alapján evangélista és a kálváriák a nagyszámok törvény alapján megjelenített evangélistái közül János a leggyakoribb figura. A másik alak pedig egy női figura. Nagyon Bűnbánó testhelyzetben, barokkos, fodros, bodros hajtincsekkel, ruházattal, kicsit sérült részletekkel, de akkor ő még Mária Magdolna lesz, illetve nagy valószínűséggel ő az. Az arca közelről rendkívül finom, klasszikus szépségű barokk női arc, nem annyira szomorú, de nem is baj, hiszen nem az elszomorítás volt feltétlenül a célja egy-egy települési kálváriának, mint amilyen tapolcának is volt, csak nagyon kevészeresik szó róla, és nagyon elfelejtődött, de mi mártól akkor most már tudjuk, hogy ilyenünk is volt. Az utolsó objektum, amit szeretnék megmutatni, ez messzebbről került be a városba, ez egy barokk forrásfoglalat, egy kútépítmény. A tapolcai szőlősgazdák, szőlőbirtokos gazdák egyik klasszikus szőlőhegyi vidékéről, a Vendekhegy közeléből származik. Az ottani Szentkút forrásfoglalatául szolgált, ahol különböző csodálatos gyógyulásokról maradtak feljegyzések, bucsújáró helyként is használatban volt, vízvételi helyként is használatban volt. Innen indult a Tapolcai Sét nevezetű patak egykor, most a helyével bővebben nem foglalkoznék, de megmutatom archív felvételen, amikor még in situ, de már omladozó állapotban roskadozott ez a kútépítmény, ami azért nem pusztult el és esett szét darabjaira, meg temetődött be, meg horták el és falaszták be újabb építésű házaknak a fundamentumába, mert 1983-ban megalakult a Tapolcai Szépítő Egyesület, most 40 éves egyébként, és Szepes egy István meg Tóth Jóska a két első elnök vezetése, kezdeményezése nyomán és mentén a Szent kutat megmentették, a még egybelévő darabokat szétszerelték, a széthullott, szétgurult darabokat behozták Tapolcára, és újra összeépítették, szintén egy forrás, egy felszínre bukkanó víz forrás és díszítményeként itt az alsótó, a tapolcai alsótó partján állították fel. Az üres szoborfülkéjébe, vagy képfülkéjébe, ha úgy tetszik, akkor pedig a Badacsony Tomajon élő udvaldi erzsébet, most már sajnos csak néhai festőművésznek egy madonna festménye, aranyozott madonna festménye került fülkedíszítményként. És időnk elfogyott, nincs más hátra, mint hogy megismételjem az ott látható hálás köszönetemet, hogy eljöttek ma és meghallgatták az előadásomat. Köszönöm szépen!